Kutatók nyomában. Kutatók nyomában. Kutatók nyomában. Kutatók, múzeumok, rejtélyek. Egy luxus autó ára a földben. Értékes éremkincs a mohácsi csatakorából. Okos tojás és zöldség felvágott. Forradalmi magyar élelmiszer innovációk. A magyarországi patológia atyának nyomában Balázs János zongoraművész. Ma luxusautóra telne belőle, egykor pedig 7 lovat lehetett volna venni abból a középkori éremkincsből, amely a Pest megyei Újlengyel középkori lelőhelyén került elő néhány hónapja a Ferenci Múzeumi Centrum munkatársainak segítségével. Valószínűleg az 1526-os mohácsi csata idején rejtették el a földbe. Nézzük meg az érméket és az őket rejtő edényt, amelyeket mi még a restaurálásuk előtt vehettünk szemügyre. Egy fehér színű edény, amin vörös festési nyomok is vannak, illetve itt látható, ezzel volt lefedve az edény. A kincs regényes körülmények között bukkant a felszínre, és az eddig megtalált középkori éremleletek közül a legjelentősebbnek számít. Teljesen véletlenül igazából belefutottunk ebbe a 7000-es darabszámú éremleletbe. Ez igazából a legnagyobb darabszámú éremlelet, ami a késő középkorból eddig előkerült. A korabeli értékét tekintve is a legnagyobb értékkel bír. Maradtak fent okleveles adatok, ezekre a forrásokra támaszkodva. Mondjuk napszámbérként szeretném meghatározni, akkor ez több mint 3 év munkáját jelenti. És akkor ugye azt kell feltételeznünk, hogy az egykori tulajdonos az minden egyes denárt mondjuk félretett. A mentőfeltárást Nagy Balázs a Múzeum Numizmatája vezette együttműködésben a Közösségi Régészeti Egyesület önkénteseivel. A kutatást az alapozta meg, hogy 2019-ben már előkerült innen egy közel 150 darabból álló éremkincs. Nagy Balázs úgy gondolta, hogy érdemes annak a lelőhelynek a tágabb régióját is megvizsgálni fémkeresőkkel. Már feladták volna a keresést, amikor mégis nyomra bukkantak, meséli Nagy Zoltán önkéntes régész. Balázs kidobott egy pár zöld ezüstérmet a felszínre. Hangosan mondta, hogy Zoli, ez egy éremlelet lesz, mert hogy zöld. Csak akkor zöldek az érmek, hogyha egy helyen vannak, zárt térbe, tehát nem évek alatt szétszórva a földbe, hanem összefüggésben, sok több érem van együtt. Az ezüsttel ötvözött rész ugyanis zárt közegben, nedvességgel érintkezve kiül az ezüst felületére, és korróziós formában zöldre festi. De hogyan kerülhetett a lelet a felszín közelébe? Az edény közepén végigment a méllazító LK, és a közepét kitépve, azt a felszín közelébe húzva jutott olyan körülmények közé, hogy azt meg tudtuk már találni fémkereső műszer segítségével. Lássuk, kik voltak azok az uralkodók, akiknek a fizető eszközeire bukkantak a 7000 darab ezüstpénzt és néhány aranyforintot tartalmazó kincsben. A nagyobb kupacba találjuk Hunyadi Mátyásnak a vereteit, ebbe pedig II. Ulászlónak, míg ebbe a piciben II. Lajosnak a veretei vannak. Találunk még ugye 4 darab aranypénzt is. 100 darab denár ért egy aranypénzt, ami hát körülbelül így ennyi lehet 100 denár. A legkorábbi veret azonban római kori, Lucius Verus császár ezüstpénze. Vajon hogyan került a kincsbe? Ennek a lelet együttesnek a tulajdonosa megtalálhatta ezt a pénzt, és hát ugye nem mint korabeli fizetőeszköz helyezte bele a pénzei közé, hanem valószínűleg akár kabalaként. Az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy ki lehetett a kincs tulajdonosa. Ennek megválaszolásához fontos adalék, hogy milyen minőségű pénzeket tartalmaz a lelet.
ugyanis a régebben előkerült korabeli éremkincsekben többféle fizetőeszközt is találtak. A Hunyadi Mátyás által 1467 után veretett jó minőségű pénzeket 1521-ig hozták forgalomba, 1521 és 1525 között azonban rossz minőségű részpénzeket adtak ki, amiről Tomori Pál kalocsai érsek is ír, amikor anyagi támogatást kér II. Lajostól a katonák toborzásához a török ellen. Kiemelte az írásában, hogy ugye a pénzt jó pénzben küldje meg neki. Tehát itt is már erre utalhatott, hogy ugye a forgalomban lévő rossz minőségű részpénzeket azt ne küldje, mert hogy igazából a katonák sem fogadták el ezt. Ezen okulva 1525-ben ismét elkezdenek jó minőségű pénzeket verni, azonban ez lassan ment. Ugyanis annyira kevés ezüst volt, hogy korabeli források szerint egyházi kegytárgyakat kellett beolvasztani. Így idősen nagyon volt arra, hogy ezek a fizetőeszközök 1526-ig alig egy év alatt forgalomba kerüljenek. Az a tény, hogy az új lengyeli éremleletben rossz minőségű részpénzek nem voltak, más körülményekkel együtt utal a kincs tulajdonos rangjára. Ezek mind arra utaló jelek lehetnek, hogy az illető mondjuk nem azt a pénzt tette félre, amilyen volt, és mondjuk az edény félig tömve került a földbe, hanem ez az edény ez teljesen tele volt pénzzel. Az edény mérete határozhatta meg azt, hogy milyen mennyiségű pénz került bele. Tehát itt az egykori tulajdonos azt szerintem minimum egy kisnemes lehetett. Ám még így is meglepő, hogy a kincsben egy Magyarországon ritkaságnak számító vatikáni érmét találtak. Ha megnézzük az összes érem és kincsleletet, ami korszakban ehhez kapcsolódik, akkor azt látjuk, hogy egyikben sincs vatikáni veret. Tehát ez nem egy szokványos dolog. Ez a veret, ez a II. Pius pápa pénzkibocsátásából származik. Ő Hunyadi Mátyásnak a török ellenes hadjáratait kiemelten támogatta. Nyilván felmerülhet annak a lehetősége is, hogy pénzügyileg is hozzájárult a török ellenes hadjáratokhoz. De miből gondolják a kutatók, hogy nagyjából a Mohácsi csata idejében rejthették el a kincset? A dátum szerint legutolsó veretet 1520-ban keltezték. Így az érmék elrejtése az 1526. évi török pusztítással, pontosabban a török hadvonulásával hozható összefüggésbe. Ez érintette a Pestet Nagykőrössel összekötő út mentét, ahol egy támadás során ásadták el a pénzt, amiért a tulajdonos már nem tudott visszamenni. A Mohácsi vész után a törökök 1526-ban elfoglalják Budát, és ugye ezen a nyomvonalon, ami ugye a Duna mentén van, itt folyamatosan végig találunk éremleleteket. Majd aztán ugye itt Budánál a török még 1526-ban hidat fel a túlsó partra, és ezen keresztül ugye itt két irányba vonulnak ki az országból. A célállomás mind a két irány esetében Belgrád volt. Az egyik irány az ugye a homokhátságon keresztül futott, a Duna mentén. Itt haladt végig első Szulajmán, és a nyomában végig egyébként érem és kincsleletek vannak. Illetve a másik irány, Ibrahim Pasa vezetésével Nagykörös, Szeged és Belgrádon keresztül haladt. Ha megnézzük az új lengyeli éremleletet, hogy az hol is helyezkedik el, akkor azt látjuk, hogy az Ibrahim Pasának a vonulási útjába esik bele. Nagy Balázs azt is ki akarja deríteni, milyen település volt új lengyel helyén akkoriban. A legkorábbi források, amiket találtam ehhez a település, az 1415-ből származnak, és arról van szó, hogy Zsigmond király Vacs településhez rendelve két embernek, Jaromosnak és Ambrusnak adományozta ezt a Vatya nevezetű település birtokot. Nem egy önálló település volt, hanem Vacshoz tartozott, ami mai Pusztavacs területe, illetve ha megnézzük a 18. századi térképi ábrázolásokat, akkor láthatjuk, hogy itt állt egy templom. Tehát egy templomromról számolnak be ezek a térképek, ami még nyilván kutatásokat eredményez, hogy ez hol is állt pontosan, de minden bizonnyal meg fogjuk találni. A Ferenci Múzeumi Centrum munkatársai az új lengyeli lelőhely felderítését tovább folytatják. A cél pedig az, hogy a Mohácsi csata 500. évfordulóján kiállításon is bemutassák a nagyközönségnek az ebből a korból eddig előkerült éremleleteket.
Így néznek ki a boldog tyúkok, így pedig az általuk tojt okos tojás, amivel csökkenthetjük a vas hiányt a szervezetünkben. A jól megszokott tojáshéj ugyanis egy friss magyar innovációt takar. Ez azt különbözteti meg ezt a normál átlagos tojásoktól, hogy magasabb az omega-3 tartalma, magasabb a folsav tartalma, vitamin tartalma. Ezt nem utólag injekciózzuk bele, nem utólag tesszük bele valamilyen adalékanyaggal, hanem a tyúkok egy különleges takarmányt kapnak. Hogy mit tud ez a különleges takarmány, és hogy miért lehet az intelligens tojás a kismamák, valamint a kisgyermekek megmentője, nem sokára kiderül. Ám nem ez az egyetlen élelmiszer innováció itt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem házatáján. Az intézmény ugyanis egy hazai gyártócéggel együttműködve az okostojás mellett egy olyan rozsdban és fehérjében gazdag zöldségfelvágottat is megalkotott, aminek a zöldségek mellett éppen az imént látott okostojás az egyik alapanyaga. Az alakja és a textúrája ugyanegy szalámiéra emlékeztet, de az íze és illata a receptúrában szereplő zöldségekéhez hasonlít, és nem is húspótló élelmiszernek szánják. Elképzelhetjük az élelmiszert úgy is, mint a zöldség jövőjét. Meséli a fejlesztő Csurka Tamás, hiszen a zöldségfelvágott segítségével könnyedén, rövid idő alatt be lehet vinni a szervezet számára nélkülözhetetlen tápanyagokat anélkül, hogy naponta többször hosszasan kellene bíbelődnünk a friss zöldségek előkészítésével, amelyek ráadásul hamar megromlanak szemben a fiatal kutató innovációjával. A zöldség felvágott gyártásához fel lehet használni akár alak- és mérethibás darabokat is, amelyek bár tökéletes állapotban vannak, a szemétben végeznék. A megmentett élelmiszerekkel pedig sokat tehetnek a fenntarthatóságért. De lássuk, mit is jelent az intelligens élelmiszer fogalma. Nagyon-nagyon sok klasszikusan egészségesnek tartott élelmiszert olyan kismértékben fogyasztunk, hogy ez az egészségvédő hatás még nem érvényesül, vagy pont ezeket a klasszikusan egészségesnek tartott élelmiszereket olyan nagy mértékben fogyasztjuk, hogy már kontraproduktív lesz, pont ez fog bizonyos megbetegedéseket vagy minimum elhízást okozni. Mi itt azt mondjuk, hogy intelligens élelmiszereket kell gyártani, amit olyan mértékben lehet és kellemes fogyasztani, amilyen mértékben egészségesek. Mindez a zöldségfelvágott esetében azt jelenti, hogy annak zsír és rost tartalma olyan telítettségérzetet okoz, hogy kellemetlen belőle annyit enni, amennyi már elhízáshoz vezet. Abban a mennyiségben viszont, amiben fogyasztjuk, érvényesül az egészségvédő hatás. 4%-os rost tartalma van, nagyon sok zöldség nem büszkélkedhet ilyen nagy rost tartalommal, és emellett pedig egy 30%-os fehérje tartalma, ami pedig a tojás alapanyagból származik. Ennek a terméknek a fehérjetartalmának a biológiai értéke 100%-nak tekinthető. Az, hogy egy fehérjének a biológiai értéke 100%, azt jelenti, hogy ahogy bekerül a szervezetbe, teljes mértékben hasznosul. A zöldségfelvágott szinte bármilyen zöldségből készülhet. Adalékanyagot vagy E-számmal jelzett összetevőt nem adnak hozzá. De a szabadalom valójában nem is a receptúráról, hanem a gyártás technológiáról szól. Az alapvető kihívás az az volt, hogy hogyan lehet egy zöldséget olyan szeretelhető formába hozni, ami utána nem engedi ki a víztartalmát egyből. Az élelmiszeripari innovációk története Magyarországon hosszú múltra tekint vissza. Ez annak is köszönhető, hogy a Földön az egyik első terület, ahol megjelent a mezőgazdasági termelés, a Kárpát-medence volt. Hazánkat a kezdetektől jegyzett élelmiszer előállítóként mindig is hasznos technológiák bölcsőjeként tartották számon. Csak néhány példa következik. Megvart András hengerszéke világszínvonalú, a malmi technológiának az alapja lett az egész világon, még ma is, miközben ez az 1800-as évek második felében készült, mindenképpen használt és ismert technológia. De mondjuk a liszt minőség meghatározása, hogy élelmiszeripari példát mondjak, a hagyma betakarítógép, a paradicsom betakarítógép, vagy a paprika betakarítógép is mind-mind magyar mérnöki szabadalom, magyar mérnöki találmány. Talán egy újdonságot hadd mondjak ebből a dologból, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem egyik munkatársa szabadalmaként működik például tojásfeltörőgép, ami ipari méretekben képes a tojásfeldolgozás használatában.
A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem szerint együttműködésük a piac vezető gyártócégekkel hazánk szellemi és gazdasági sikereit is gyarapíthatja, hiszen kimagasló minőségű késztermékek jöhetnek létre, amivel a fiatal kutatók tudása és kitartó munkája gazdaságilag is mérhető sikert hozhat. Ez pedig példát jelenthet az egyetemek, kutatók, szakemberek és gazdasági szereplők közötti hatékony tudástranszferre. Azért vagyunk jelenleg az egyetemen Magyarország legnagyobb agrár felsőoktatási intézményén, ebben a dologban a centrumban is a központban, hiszen egy oldalról a jelenlegi high-tech kutatások, a legfejlettebb kutatások ezen a területen, az agrár és élelmiszeripar területén itt tudnak folyni. Másrészt viszont például ebben a szakmúzeumban, ahol ülünk, ott pedig az elmúlt tudásvagyonát gondozzuk. Ezeket az ismereteket el kell raktározni, mert új technikákkal, új gondolatokkal új lehetőséget nyit számunkra. Ez az egyik kísérleti takarmányfejlesztésünk. Mutatja dr. Póti Péter, aki a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Állattenyésztés Tudományi Intézetének vezetőjeként többek között állattartási technológiák fejlesztésével foglalkozik. Ezt az omega-3 zsírsavakkal és más fontos tápanyagokkal dúsított takarmányt a tehenek kapják, amelyek így magasabb biológiai értékű, tápanyagdúsabb tejet adnak majd. Dr. Póti Péter szerint az állattartásban és az élelmiszerfeldolgozásban komplex szemléletre van szükség. Azt a filozófiát követjük, hogy az egészséges környezet, egészséges állat, egészséges élelmiszer. Meggyőződésünk az, hogy ha egészséges az állat, jól érzi magát, tehát ez az állat jólét szempontjából is jó, akkor a genetikai képességének megfelelően fog termelni. Méghozzá olyan értékes alapanyagot, amelynek magasabb biológiai értékét az élelmiszer feldolgozás során meg kell őrizni. Ehhez pedig a zöldségfelvágottéhoz hasonló innovatív technológiákra van szükség. De emlékeznek még az okos tojásra? Hagyományos társainál többek között folsavban is gazdagabb, köszönhetően a tyúkok számára kifejlesztett speciális takarmánynak. A fogyasztása pedig emiatt különösen ajánlott kisgyermekeknek és kismamáknak. A statisztikák szerint jelenleg az óvodáskorú gyerekek több mint 30%-a a világon vashiány okozta vérszegénységben szenved. Szintén nők esetében, különösen kismamák esetében különösen nagy probléma a vashiány, és a folsav, amiből különlegesen sokat tartalmaz ez a tojás, segíti a vasnak a felszívódását. Ilyen ez a körforgás a boldog, megfelelően tartott állatoktól az általuk termelt értékes alapanyagon át az egészségesebb késztermékekig. Ezzel a rendszerrel hosszú távon alapjaiban változtathatunk az élelmiszeripar működését. Kossuth Liszt, Prima és Gramofon díjas zongoraművész, a Cifra György Fesztivál alapítója, érdemes művész. 16 éves kora óta része a hazai koncertéletnek. Azon kevés előadó közé tartozik, akit legalább annyira szeret és tisztel a közönség, mint a szakma és a kritika. Ő pedig a múltat szereti és tiszteli, ezért is készültünk számára egy rendhagyó tárlatvezetéssel a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban, ahol is a 19. század polihisztorának, Arányi Lajosnak a hagyatékából várják a zongoraművészt érdekességek, annak az Arányi Lajosnak, aki létrehozta a patológiai tanszéket, és aki korának egyik legmeghatározóbb alakja volt. Láttál-e már ilyesmit? Mit gondolsz, mik ezek? Igen, nyilvánvalóan sebészeti eszközök. De van köztük olyan, ami kimondottan bonceszköz. Például az ilyen nagy bordavágókat azért elég ritkán szokták használni. Igen. Nem tudom, remélem nem láttál még ilyet közel. Nem. Hogyha meg kéne nevezni, hogy mi volt az, ami a leginkább szembe ötlő volt és reveláció, akkor azok a segédeszközök, azok a bonc tani dolgok, amiket ugye sose gondoltam volna, hogy a kezembe foghatok. Arányi munkássága nagyon fontos a mai orvostudomány számára, mert ő volt az, aki a gyakorlatba ültette azt a szemléletet,
hogy minden betegségnek a nyomát meg kell keresni az emberi testben, és a klinikai, még élő embereken a klinikai vizsgálatokat utána a boncolásnál igazolni lehet, és kell is. Fölismered, hogy mi, mondjuk ezt könnyű, mert rá van írva, de a többit fölismered esetleg, hogy melyik szerv? Tüdő. Az egy szív. Az egy szív. Bizony, az egy kicsit megnagyobbodott infarktus a szív. Megnagyobbodott, igen, azért. Uh-huh. Azért nem lehet olyan könnyen tétováztam, meg hát kicsit igen. Félve is van vágva. Igen. És azért hoztam én ezeket ide, mert Arányi Lajos a Korbonctani Intézetet több mint 3500 ilyen preparátummal szerelte föl saját költségén, mielőtt még tanszék kialakult volna az egyetemen. Most hirtelen eszembe jutott furcsa párhuzam, voltam Varsóban, és elmentem abba a templomba, ahol Chopinnek a szívét tárolják a mai napig, és ott is felmerült bennem, hogy vajon abban az időben, ami szintén körülbelül ez a kor, ugye 1840-es évek, hogy akkor hogyan tárolhatták, úgyhogy még a mai napig is tulajdonképpen rendben van, megnézhető. Volt erre technika, és pont Arányi volt az egyik ilyen, aki ennek a tudója volt, én meg is mutatom neked az ő naplóját. Ez arról szól, ez a rész, hogyha kezedbe szabad adom. Szabad megfognom, úristen, úgy félek az ilyeneket megfogni, ezek kincsek. Igen, 1865. Igen. Januári bejegyzése. Ez az ő Zolika fiának a születéséről szól. Ebéd után. Igen. Megjövendöltem. Mint? Hortenziát. Ez volt az előző gyermeke. Az előző gyermeke. Ezen az oldalon, vagy a következőn van leírva, hogy pontosan hogy is történik a balzsamozás. Kopállakot használ, hogy hány méter gyorcsot kell rátekerni, hány órát kell láztatni, külön a fejet, hány órát kell láztatni. És azért érdekes ez számunkra, hogy ez a kisfiú pont ezen az előző napon született, mert sajnos Zolika, ez a kisfiú, akit annyira várt, ő 1862-ben meghalt. Apja pedig úgy gyászolta elvesztett gyermekét, hogy mumifikált annak testét. A szőke, fürtös gyermek mintegy 25 éven keresztül ücsörgött Parányi karosszékében Magyarország első korboncnokának asztalán. Ám ebben a korszakban bevett szokás volt a holttestek épségének megőrzése. Arányi pedig tulajdonképpen ebből élt. Mint vezető patológus, ő boncolta és balzsamozta főnemeseinket, itt például Veselényit, Széchenyi főpapot, vagy éppen Habsburg Zsófiát. Egy döbbenetes mélypontja volt ennek a mai találkozásnak, ennek a mai tárazvetésnek az, amikor Zolikáról beszélt Krisztina és az ő haláláról. Én azt hiszem, hogy mindenkinek joga van a saját gyászát, a saját keretein belül megélnie és túlélnie. A tárlatvezetésen olyan relikviák kerülnek elő, amiket így együtt még senki sem láthatott. Diplomák, oklevelek, elsősegélyábrák, útinaplók, rajzok sejtetik egy sokat látott, sokat tanult tanárember, igazságügyi orvosszakértő és polihisztor izgalmas életútját. A medve vadászat, tréfa egy fél, hogy nehéz ezt kiolvasni? Fölvonásban talán. Fölvonásban, igen. 19. században valahogy az embereknek elképesztő módon volt ideje mindenre. Nem venném a bátorságot, hogy egy ilyen kis mini színdarabot írjak, de hát ez egy nagyon szép dolog. Volt már, hogy előadták? Azóta nem tudok Azóta róla. Nem. A legvégére hagytuk a legérdekesebb darabot. Az 1873-ban saját kezeivel készítette az Átlátszó ember. Elég rossz állapotban van ez a könyvecskénk. Wow! Én minden egyes esetben, amikor ilyen helyen vagyok, mint most is, és megbizonyosodom róla, hogy voltak olyan emberek, akik az egész életüket szentelték a tudománynak vagy a művészetnek, mindig felmerül bennem a kérdés, hogy olyan én eleget teszek-e. Minden kihajtogatható, egyenként megnézhető. Bizony, hogyan illenek egymáshoz a szervek, hogyan jönnek egymás után. Egészen különleges. Az a nagy könyv, amit néztünk, az 1873-ban a bécsi kiállításra készült, és tulajdonképpen egy anatómiai atlasz, amiben egy boncolás menetét nézhetjük meg lerajzolva. Nyilván most már a technika eluralta ezt a dolgot, de le vagyok nyűgözve, hogy abban az időben ilyet lehetett készíteni.
Egy orvosról az embernek nyilvánvalóan nagyon sok elképzelése van, hogy milyen lelki világa lehet, de nem biztos, hogy a művészetet oda tenné mellé, mint művész lélek. És lehetett látni Tarányinál, hogy micsoda grafikus érzéke volt, micsoda érdeklődése volt a világra, és ez megint alátámasztja bennem azt a gondolatiságot, hogy tudomány és művészet kéz a kézben jár, és nagyon fontos, hogy a mai világban is legyen a tudósok és a művészek között párhuzam és párbeszéd.